Egységesen 23 igennel támogatta a bácskiskumegyei megyei közgyűlés a Najmajános Egyetemmel közösen készülő együttműködési szerződést. Az oktatás ügyi kérdések mellett a döntéshozó testület főként környezetvédelmi témákkal foglalkozott. A Bácskiskó megyei közgyűlés mai ülésnapján Rideg László elnök hangsúlyozta, a Naiman János Egyetemmel közösen aláírás előtt álló szerződés számos konkrétumot tartalmaz. A megyei testület már évek óta működtet sikeres pályázatot, aminek köszönhetően számos tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatal végezheti jelenleg is felsőfokú tanulmányait kecskeméten. A jelen megállapodás azonban jóval többről szól. A ma napvilágot látott részletek szerint az egyetem olyan tudásbázis a Bács-Kiskun megyének, mely segíteni a települések hálózatba kapcsolódását, amin keresztül gazdasági, környezetvédelmi és egyéb területeken felgyűlt tapasztalatokhoz férhetnének hozzá, akár a legkisebb önkormányzatok is. A megyei közgyűlés az egyetemmel közösen figyelni a pályázatokat is, amelyek által több hasznos programot is szeretnének megvalósítani. A mai ülés napon több környezetvédelmi kérdés is felmerült, valamint akadt olyan képviselő is, aki a fakitermelésben kialakuló munkaerő hiány veszélyeire hívta fel a figyelmet. Bár ez utóbbi kérdéssel érdemben nem tudott foglalkozni a testület, a jövőben számos környezetvédelmi szemléletformáló program kezdeményezője lehet a Bács megyei önkormányzat.